az új eszpász felszerelhető Easy Park Assist parkolás segítő rendszerrel. Ez a funkció a középső konzolon lévő gomb segítségével aktiválható. A kapcsolóba épített visszajelző lámpa világít, és a multifunkciós képernyőn új kijelzés jelenik meg. A menüben válassza ki a parkolás típusát, merőleges, párhuzamos vagy ferde, majd hagyja jóvá a manővert működtesse az irányjelző lámpát a kívánt oldalon. Amíg a gépkocsi sebessége 30 km per óra alatti, az ultrahangos érzékelők a rendszerben felmérik és beazonosítják a rendelkezésre álló parkolóhelyeket. Ha a rendszer parkolóhelyet ismer fel, az megjelenik a multifunkciós kijelzőn, P betűt jelezve, egészen a stop üzenet megjelenéséig, amelyet hallható jelzés kísér. A parkolási manővert ezt követően a jármű végzi, és a vezetőnek nem szükséges a kormányzásba beavatkoznia. Viszont a vezetőnek kell választani a sebességi fogozatot, adagolni a gázt és a féket, valamint követni a multifunkciós kijelzőn megjelenő utasításokat. A vezető segítségére van a hagyományos parkolás segítő rendszer is. A parkolási manőver végére a kijelző egységen látható a P-vissza jelzés megszűnése, valamint hallható egy jelzés és a manőver befejezve üzenet megjelenése figyelmeztet. A parkolóhely elhagyásához aktiválja a funkciót, válassza ki a szóban forgó parkolási típust, majd használja az irányjelző lámpákat a kívánt oldalon és hagyja jóvá a manővert. Válassza ki a sebességi fokozatot, adagolja a gázt és a féket, valamint kövesse a multifunkciós kijelzőn megjelenő utasításokat a parkolóhely elhagyásához.